The March 15th Revolution. March 15th, 1848 was the day that the Hungarians fought for their independence and freedom by creating 12 requests to the Hungarian government which they thought would make the country better. Ever since, this day has been celebrated as an honorable moment in Hungarian history. On this day, people often wear a kokarda, which is the Hungarian flag. Now let's see what some of our family members have to say about it. I'm going to ask you a few questions about March 15th. Okay. What do you think March 15th represents? It's the day that the Hungarian Revolution took place in 1848. What more can you tell me about it? The Hungarians wanted independence from the Habsburg reign. Can you name some important figures who took part? Petőfi Sándor, Arany János. And who were they? They were poets. How do you celebrate March 15th? I don't really celebrate it, but sometimes I wear the kokarda. And what is the kokarda? It's basically the Hungarian flag, but it's folded. Thank you. Hello, I would like to ask you some questions. That would be good. What do you think March 15 represents? March 15 represents the independence of Hungary. What do you know about March 15? March 15 was a revolution in 1848. Who do you think was the most important person who took part, and why? The most important person would have to be Petőfi Sándor, because he is very symbolic of the revolution and he is very well known. How do you celebrate March 15? On March 15, I wear a kokarda, which is a sort of like a badge, which represents the independence, and I spend time with my family. Thank you. Thank you. Kik voltak a márciusi ifjak, és mit csináltak? A márciusi ifjak az 1840-es években folyamatosan küzdöttek az akkori szabadságjogokért, mert Magyarország nem volt független, és el akartak szakadni a Habsburgoktól, és az volt az ő elképzelésük, hogy egy önálló Magyarország legyen saját minisztériumokkal, saját kormányzatokkal, és ne függjön Magyarország más hatalmaktól. És 1848. március 15-én volt egy hatalmas nagy tüntetés, ahol a márciusi ifjak a Pivasz kávéházban találkoztak, ott megvitatták a dolgokat, és ez egy nagyon rossz idő volt, zuhogó esés, mégis hatalmas tömeg nyúlt össze, és Petőfi Sándor a múzeum kertbe, ha minden igaz, szavalt el a nemzeti dalt, és innen datálódik az ezután kibontakozó magyar szabadságharc, amiről tudjuk, hogy végül is elbukott. A márciusi ifjak, azok az értelmiségi fiatalok voltak, akik az élére álltak ennek a mozgalomnak, legismertebb alakja Petőfi Sándor volt. Jó napot kívánok! Köszöntjük Önöket a BISB tévében. Ma egy interjút fogunk csinálni a március 15-i szabadságharc résztvevőivel. Itt van ma velünk Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Görgei Artúr. Az első kérdésem Kossuth Lajoshoz volt. Maga hol született? Én monokon születtem, egy szegény családban nőttem fel. Petőfi Sándor magának ki a múzsája? Én nagyon szeretek verseket írni a szerelmeimről, és megihletne a közöttem lévő eseményeket is. Megint Petőfi szól a kérdésem, mit mentett a Lenderer mondájára? Kinyomtattuk a nemzeti dalt és a 12 pontot, amit mind a ketten a népet pusztították és összehozták az erőtámat. Kossuth Lajos maga mit gondol az áprilisi törvényekről? Szerintem nagyon fontos volt elfogadni ezeket a pontokat, és már sokáig küzdöttünk, hogy elérjük ezeket a pontokat, mint a jobbágy felszabadítás. Petőfi Sándor magának van a saját versei közül egy kedvenc? Én, amint tudjuk, nagyon sok verset írtam. A nemzeti dal az viszont az egyik kedvencem, mivel hogy buzdít, ahogy mondtam, és ez egy ilyen népi vers, és hogy mindenkihez. Köszönjük. Kossuth Lajos maga melyik miniszter alakítja a kormányban?
Én a pénzügyi miniszter vagyok. A következő kérdésem Görgényhez szól. Egyetért azzal, hogy a magyar kormány szabad lett? Igen. Miért? Mert ha a magyar irányítja a magyar kormányt, akkor sokkal hatékonyabb, mint itt dolgozik. És maga szerint megfelelő miniszterelnök Batthyány? Igen. Milyen? Mert nagyon. És a tavaszi hadjáratban melyik hadjáratot tartja legsikeresebben? Oda-visszafoglalása. Oké, köszönjük szépen, viszontlátásra! Like this is a commemoration of the revolution against Habsburg, as far as I know. It was from March 1848 to 1849, and it ended with a not-little victory for Hungary. That's all I can say. March 15th is a national holiday in Hungary. It stands for democracy and freedom, and it commemorates the Hungarian Revolution of 1848, which grew into a war for independence from Habsburg rule. The revolution started on March 15th, 1848 throughout Europe. Lajos Kossuth, a famous journalist at this time, emerged as a leader, and revolution seemed to be very successful. A new independent and democratic government was elected with Hungary's first Prime Minister Lajos Batthyány. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc fő célja Ausztriától való függetlenedés elvárás volt. Ebben az egész forradalom és szabadságharc része volt az úgynevezett európai tavasznak. Budapesten tört ki utoljára a forradalom 1848. március 15-én, és fejeződött be 1849. augusztus 6-án, világosnál fegyverletét. Tehát végülis nem sikerült elérni a célját, illetve pontosabban részben elérte a célját, mert bizonyos minisztériumok onnantól fogva átkerültek Magyarországra, és nem az egész ország életét nem feltétlenül csak és kizárólag Bécsből irányították. Ekkor alakult meg az első magyar kormány is. Debrecenben a Batthyány vezérletével, a miniszterelnökként, de aztán a túlerő végül is 1849-ben legyőzte a magyar szabadságharc elbukott, mert a németek a oroszokhoz fordultak segítségét, és a katonai túlerő végül is megvette a magyar hadsereget. Azóta elsősorban mint a második világháború óta, minden március 15-én emlékezünk rájuk. The major Hungarian holiday celebrating revolution, but I'm afraid I don't know the date or the significance of the event. When was the Hungarian Revolution? Március 15-e, Magyarország reprezentációja. March 15th was a very important day for the Hungarians because it was the day of the Hungarian Revolution against the Nazis. You know, that's a very most important anniversary in Hungary. We're all proud of that day because heroes, you know, just work for us and fought for us to be free. Gyarok, Istene, esküszünk, hogy próbák tovább nem lezünk.